Laura! Storyboard a filmkészítésnek a tervrajza, mint a nulladik fázis úgy működik. Egy közös formanyelv, ami segít abban, hogy a különböző részlegekben dolgozó emberek ugyanazt lássák, ugyanarról beszéljenek, és pontosan lássák, hogy mi a célja egy ilyen tervezetnek. A storyboard azokban az esetekben rendkívül fontos a filmkészítésben, amikor nagyszámú kellék, statiszta, a hadik esetében lovasok, rendkívül nagyméretű VFX, vagy bonyolult helyszín, bonyolult kameramozgás, amit mindenképpen meg kell tervezni. Ott ajánlott, de szerintem inkább elengedhetetlen az, hogy mindenképpen legyen minden shotnak és minden szekvenciának egy storyboardja. Olyan, mint egy képregény. A filmes formanyelv képregényre átfordított szekvenciákban, tehát jelenetekben gondolkodó, egymás után panelonként következő rajzos formája. Ez lehet nagyon egyszerű, ami csak a tömegekre koncentrál, hogy például egy adott szereplő melyik irányból, melyik irányba tart. Lehet nagyon részletes, amikor már tudjuk, hogy fontos, hogy melyik színész hogy néz ki, mert már ki van választva, tudjuk azonosítani, hogy ő kicsoda, ő hol helyezkedik el a képen. És nagyon fontos akkor, amikor nem létező dolgokat kell megtervezni, akkor ugye adott, hogy egy illusztrátor, egy rajzoló leül, és szépen végigrajzolja azt, ami a forgatókönyvben szerepel. A storyboard az nem egy önálló műfaj, mindig egymásra utalt emberek dolgoznak, akik ugyanazzal a vízióval rendelkeznek. Kell hozzá ugye egy forgatókönyv, kell hozzá egy rendező, aki ezt az egészet interpretálja, megmondja a storyboard artistnak, hogy nekem az volna a legfontosabb, hogyha erre a jelenetre koncentrálnánk, és így ebből a szemszögből mutatnánk meg. Ez egy vélemény, egy látásmód, van az operatőré, van kaszkadőré, vagy vizuális effektekkel foglalkozó szakemberé is vélemény, amit követni lehet, és mindig érdemes minden véleményt berakni a nagy közösbe, és hát ezt az egészet lefordítani egy olyan képi világgá, ami szépen belesimul abba az elképzelésbe, amit ez a sor ember, akivel egy storyboard artistnak össze kell ülnie, egyben tart és megvalósít. Lovat rajzolni mindig kihívás. Nekem nagy rutinom volt benne előtte, csináltam már középkori vagy nagyon kosztümös tematikájú filmeket. Picit át kellett variálni azt a díszlet, meg jelmez tapasztalatot, meg kellék tapasztalatot, amit szereztem ezt megelőző évek alatt, és onnantól kezdve már gördülékenyen ment. Gördülékenyen minden, gyártás. Tehát nagy mennyiség, de nagyon-nagyon élvezetes volt. Nagyon tanulságos volt, és nagyon élvezetes. A storyboard artist biztos kezű, gyors, és ott a helyszínen, ha kell, működnie kell hiba nélkül. Természetesen nem lehet hibátlan, de törekedni kell arra, hogy ami ott 5 perc alatt belefér, annak 5 perc alatt ott használhatóan el kell tudnia készülnie, hogyha ez éppen a feladat. Nagyon kell tudni mindent, hogy mi hogy néz ki, és nagyon alá kell merülni abba a történelmi, meg vizuális világba, amit egy adott film megkövetel. Mindenki más azt hitte lehetetlen.